Turulmadár mellett álló katona a Zajtai Emlékmű központi szereplője. A magyar-román határnál fekvő település 27 lakosa nem tért vissza az első világháborúból. Nekik állítottak emléket a helyi művelődési ház parkjában a Szombati megye napon. A májusról elhalasztott esemény helyszíne nem véletlenül lett Zajta. Ez a kicsi település egy évig román közigazgatás alatt volt, és most ilyen 100 éves évfordulóján fontosnak tartottuk, hogy ilyen szimbolikus helyen tartsuk a megyenapi ünnepségünket. Zajta visszatért Magyarországhoz, néhány helyi tanító Gál Lajosnak köszönhetően is, és újra Magyarország része, a kis Magyarország életét él itt a tár szélén. Hátrányos helyzetű település természetesen, az utóbbi években viszont a közösség nagyon összefogott és összetartó lett. A közgyűlés elnöke a megye elmúlt egy évének legnagyobb eredményei közül a topos fejlesztéseket, például kerékpárút építéseket, energetikai beruházásokat emelte ki. Mint mondta, már készülnek a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusra, amelyben terveik szerint a jelenlegihez hasonló összegből gazdálkodhatnak. A megye és a vidéki Magyarország a kormány számára is fontos. A parlament és stratégiai államtitkár szavai szerint egy település sem lehet magára hagyni. Mi azt gondoljuk, hogy ezek a valójában az élet csakrái a magyar jövőnek, ezek a kis települések, és hogyha valaki a legkisebb településen szeretne élni, akkor nekünk úgy a kötelességünk biztosítani, hogy ez számára ne egy életminőség közötti választás legyen, tehát hogy ne rosszabb körülmények között éljen, mint egy nagyobb településen, hanem éppen ellenkezőleg, lehetőleg ugyanolyan, és vagy ha meg tudjuk tenni, akkor jobb körülményeket tudjunk biztosítani. A megye napon egy emlékzászlót is átadtak, amellyel a település hazához való hűségét ismerték el. Az 1920-as trianoni békediktátumot követően a hibás határszámításra hivatkozva a helyi kántortanító kiharcolta, hogy Zajtát visszacsatolják Romániától Magyarországra. Az ünnepségen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség több politikusa is részt vett. A Szatmár megyei tanács elnöke a határ két oldalán lévő szomszédos megye együttműködését emelte ki, mások mellett az egészségügy, a természeti és épített örökségvédelem terén. Az eseményen a megyei kitüntetéseket is átadták. A díjazottak között volt az a nyíregyházi virológus is, akinek vezetésével Európában az elsők között izolálták tavasszal a koronavírust, nagy lökést adva ezzel a hazai járványügyi védekezésnek. Az izolálással, az, hogy be tudtuk állítani és izoláltuk a vírusokat, megteremtettük az alapját ugye a hazai vakcina kutatásnak, és jelenleg is most dolgozunk a magyar fejlesztésű vakcinán, és ehhez bizony izolált vírus kell, izolált vírusok kellenek. Hát az általunk izolált vírusokat használjuk most, hisz az magyar emberekből van, magyar embereknek készül ez az oltóanyag, ez egy itt lévő vírus törzset reprezentál. Elismerést kapott még mások mellett dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, dr. Ajzner Éva, a megyei kórházak laborvezetője, illetve Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke.